Jó reggelt mindenkinek, remélem jól aludtatok, mert van két fantasztikus hírem. Az egyik az az, hogy most léptem be a szlovén légtérbe, vagy mi a fenébe, tehát most gördültem be vonattal a Szlovéniába. A másik pedig az, hogy az elmúlt napok hajtásában nem nagyon figyeltem oda a YouTube statisztikákra, és most a vonaton vettem észre, hogy tegnap, vagyis számotokra tegnap előtt átléptünk egy újabb mérföldkövet. Hála nektek, együtt veletek, ez pedig az 1024 feliratkozó, vagyis 2 a tizediken. Ez pedig egy igen jelentős szám, olyannyira, hogy erre szerettem volna valami kis special csinálni, de az a helyzet, hogy itt most a vonaton semmi más nem jut eszembe, csak az, hogy 1024 az a szám, ameddig már a két kezemen pont nem tudok elszámolni. Oké, mindjárt elmagyarázom. Szóval van ez a régi trükk, hogy az egyes ujjainkat megfeleltethetjük 2 különböző hatványainak, ez a nulladik, ez az első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik hatványa, ez pedig összesen, ha minden ujjamat felmutatom, pont 1023-at ad ki. A 2 a tizediken hatványhoz már egy Adinak kellene születni minimum. Ugye ő volt az, akinek 6 ujja volt. Megmutatom, hogy működik a gyakorlatban, tehát 2 a nulladikon az 1, 2 az elsőn az 2, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33, 34, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Nagyon furcsán néznek be itt az emberek. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023. Az 1024-hez pedig kéne legalább még egy lábúj. Persze lehet azt mondani, hogy ha az egyes új perceimet is felhasználom 2 különböző hatványaira, akkor 28 új percem van összesen, ami azt jelenti, hogy 2 a 27-enig, tehát majdnem 2 a 28-onig el tudnék számolni, ami egy borzalmasan nagy szám. Tehát 268.435.455-ig tudnék úgy elszámolni. Hát ennyi feliratkozót egész biztos, hogy nem fogok tudni elérni, de nem is gond, hiszen annak is rettentően örülök, hogy ennyien követitek ezt a csatornát, és hozzászólásokkal, konstruktív javaslatokkal ti magatok is hozzájárultok ahhoz, hogy épüljön és új meg új tartalommal jelentkezhessen. Majd a 2 a 11-en egy picit jobban átgondolom. Várom a javaslataitokat, hogy arra mit kellene csinálni. Ha még nem tettétek, akkor itt fel tudtok iratkozni, vagy itt, nem tudom merre van szabad hely. Legyen szép napotok, sziasztok!